Szinte teljesen megtelt a szekszárdi evangélikus templom hétfőn délelőtt 10 órakor, ugyanis a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesülete ünnepséget szervezett a Fehérbot nemzetközi napja alkalmából, melynek célja a közvélemény figyelmének felhívása a látássérültek sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb beilleszkedésük útját. Az eseményen egy kisebb koncertet adott a közönségnek Rákóczi Szilvia, akit Gáti László kísért zongorán. A gyerekkoromban is szerettem énekelni, de általános iskolában inkább a szavalás volt az, ami jobban érdekelt, akkor még. Aztán 14 éves koromban kezdtem tanulni egy hangképző tanárnál, 14 éves koromtól 18 éves koromig. Maria néni, a Vakok szerető anyja, szerint az Egyesület összes tanja. A szavalás sem maradhatott el, Bihari Nóra egy saját szerzeménnyel kedveskedett a közönségnek. Kovács Lászlóné, a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesületének elnöke elmondta, hogy szervezetük számos szolgáltatást tud nyújtani tagjainak. Elsősorban az érdekvédelmüket látjuk el, az érdekképviseletüket. Nagyon sok tanfolyamot szervezünk annak érdekében, hogy el tudjanak helyezkedni a lehető legtöbben, és ez valóban így is van, mert nagyon jó a statisztika a munkavállalás szempontjából, mert a munkaképes korú vakok közül a 45%-uk dolgozik, tehát van munkahelyük. Az ünnepség végül díjkiosztásokkal zárult.